Üres a medence a nyíregyházi strandon, naponta átlagosan több mint 2300-an fürdőztek itt idén-nyáron. Szeptember 4-én azonban véget ért a szezon, a fürdőhelyek sok helyen országos és megyei szinten is alacsonyabb vendégforgalmat produkáltak ebben az évben a tavalyihoz képest. Ez leginkább az időjárásnak köszönhető, idén lényegesen kevesebb volt a forró nap, valamint legtöbbször hétvégén volt hűvösebb, csapadékosabb időjárás. A nyíregyházi park és élményfürdő számain is látszik a visszaesés, tavaly összesen 238 ezer vendég látogatott ide, ez idén 26 ezerrel csökkent. Június, július, augusztus hónapban 212 ezer vendéget fogadtunk itt az élmény és parkfürdőben. Jellemzően az élmény és parkfürdőt használják a külföldi és belföldi turisták. Arányében évek óta ez egy olyan 40-45% közötti arány tesz ki. Az idei arányokat még nem dolgoztuk fel, de várhatóan ugyanez az arány, hiszen környező apartmanokban szállodák foglaltság alapján erre következtethetünk. Tófürdő, ami még kifejezetten szezonos nyitvatartással rendelkező fürdőnk, jellemző módon 90-95%-ban nyíregyháziak szeretik látogatni. A tófürdő, a természetes fürdő egyértelműen mutatja a nyári időjárási hatásokat. 26 ezer fölötti vendégszámot produkáltunk, a tavalyi évben ez 38 ezer volt. A strandszezon idén május végén kezdődött és szeptember első hétvégéjén zárult, az 50 méteres medence azonban még szeptember végéig nyitottan, fedett medenceként pedig október közepétől minden nap üzemel majd. A megyében viszont volt olyan strand, mint például a Mátészalkai, ahol növekedett a látogatószám. Itt megháromszorozódott a vendégforgalom, ami az elmúlt időszak fejlesztésének is köszönhető. Összesítve augusztusi adataink már megvannak, tehát voltak olyan napok, mikor 1120-an voltak, a júliusi hónapban körülbelül 16 ezeren voltak, tehát Mátészalka lakossága azt jelenti, tehát az egy hónapban minden mátészalki lakos elméletileg egyszer eljuthatott a strandra, ez egy összehasonlításnak azt hiszem, hogy jó adat. Én bízom benne, hogy a strandlátogatók nagyon nagy megelégedettségére történtek ezek a beruházások, fejlesztések és az évenkénti finomítások. Mátészalkán a kinti strandrész még szeptember 30-áig látogatható. A tervek szerint a közeljövőben pedig újabb medencével bővül a létesítmény.